Na, hello mindenkinek, sziasztok, srácként, de vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most ebben a videóban nem más lesz, mint az iskola első napjára fogunk bemenni a Minecraft-ba. Egy Minecraftos iskola a Minecraftban, logikus. Nos, igazából nálam vannak ugye hát a tankönyveim, nálam vannak úgymond az ilyen uzsonna, kaja, úgymond meg ilyenek. Szóval én azt is mondom, hogy fedezzük is fel, hogy milyen ez az iskola, és mit, hol tudunk találni, és hogyha esetleg ti nem várjátok az iskolát, akkor dobjatok egy lájkot a videóra, hogyha pedig valaki várja az iskolát, akkor pedig az kommentbe írja le, hogy várja vagy nem. Szóval, akkor menjünk, vagyis hát igazából az, hogy várja. Aki nem várja, az meg like. Most tök mindegy igazából. Na, szóval, akkor nézzünk is körbe, hogy mi merre van. Itt van valami B, és itt van valami A betű. Fogalmam sincs, hogy merre kell menni, szóval én most elsősorban, mielőtt bárhova is bemennénk, én körbe akarok nézni. Ott egy L betű, azt gondolom így is van, ez a könyvtár, nem tudok beszélni. Na, ez lesz a könyvtár. Nem is néz ki annyira rondának talán ez így. Egészen kis modern iskolának tűnik ez az egész. Igen, itt van egy második emelete igazából. Hát ja, itt nincsen túlságosan sok különleges dolog. Menjünk innen, fúj gyorsan, mert nem szeretjük a könyvtárakat, nem? Úgy biztos, hogy vannak izgalmas könyvek a könyvtárban, csak én nem nagyon hallottam még róluk. De nem baj, majd egyszer én ezt át fogom nézni, tehát szeressétek a könyvtárakat is. Tehát most, srácok, akármit is mondok, tehát mit tudom én, hogy... tegyük fel, ugye általában a gyerekek ugye nem szeretik az iskolát, és én azt mondom mondjuk, hogy én se szeretem, akkor az most nem azt jelenti, hogy nektek se kell, tehát értitek? Na, most nem kell mindent komolyan venni, meg úgy gondolni, amit úgymond így én mondok. Szóval, ez úgy tűnik, mint hogyha ez lenne az iskolának az ilyen mozizós terme, vagy nem tudom, ez itt egy tévének tűnik. Jó, ez itt valamilyen asztal, hát egész komoly amúgy. És aha, itt irodák vannak, oké, nem hiszem, hogy ide nekem beszabadna menni, szóval én ezt így gyorsan így benézek, aztán igazából így ennyi, jó. Hát ja, itt igazából ilyen általános ilyen irodás cuccok, meg ilyenek, itt még több iroda. Hát jó, nézzünk itt még azért körbe, itt egy óriási nagy iroda. Nagyon durva, hogy mekkora iskola van, meg mennyi termük van, meg minden. Felnézek azért a második emeletre, hát ha lesz itt valami, de ez valami kis pihenőhelynek tűnik. Na jó, oké, erre volt akkor a könyvtár, erre volt a nagy épület. Ez valami G betűs hely. Ez gondolom, hogy ez lesz a tornaterem. G mint gimnasztik. Aha, jó, nagyon jó. Aha, oké, ez nem tudom, hogy mi igazából. Itt vannak ilyen termek. Itt meg, kosárlabda pálya, de király, na várjatok. Nem tudom odáig feldobni szegény almát, na mindegy. Ez itt az ilyen nézőtér, ott a másik palánk, itt középen az ilyen időjelző cucc. Jó, király, egész jó, és mekkora pálya van itt. Na nézzétek, mekkora izé, ez amerikai foci. Igen, ez ilyen amerikai focis cucc, ott a túloldalt kibírok jönni? Nem hiszem, jó. Mindegy, akkor gyors menjünk vissza. Nem akarom én itt most szétszedni a sulit meg semmi, közben kajáljunk azért, hogy ne nagyon fogjanak a kajánk, és lassan most már tényleg be kéne menni a órára, mert nem szabadna, hogy elkésünk, nehogy nehogy késést írjon be nekünk a tanár, vagy bármi. Szóval én azt mondom, hogy nagyon próbálom sietősre fogni ezt az egész utat. Várjatok, ez vagy röplabda, vagy teniszpálya. Nem tudom, de szerintem ez inkább tenisz. Ja, ez valószínűleg, igen, ez tenisz lesz, mert ott vannak a kilátós cuccok. Jó, ez teniszpálya. Az volt ott az amerikai foci. Jó, gyorsan siessünk, nem akarok elkésni, tényleg. Úszómedence! De király már! Van úszómedence is, na de jó! Jó, várjál, blue, és hát lehet, hogy ez mondjuk pont ez a lány rész, azért lila, mindegy, nem tudom. Jó, gyors menjünk tovább, siessünk, és itt van valami D cucc. Ó, itt vannak a izék, amiben lehet pakolni a cuccokat, és... ó, itt vannak a termek, jó, igazából nekem elvileg az egyes termet kéne megtalálni, ami nem tudom, hogy erre lesz, vagy nem erre lesz, de akkor megpróbálom gyorsan megkeresni ezt az egyes termet, mert tényleg nem kéne most már elkésni, mert ja, lelőszünk szídva, meg ilyenek. Oda nincsen nagyon kiírva, jó, oda esetleg nem, ide sincs kiírva. Jó, próbálj meg sietni, mert fogy az időnk, na várjatok, jó, errefele visszamegyünk gyorsan, jó, elmegyünk jobbra, itt aztán még voltak ilyen termek, ahol bejöttünk, nem? Talán ott voltak. Na várjatok, visszább nézzünk. Hát ha esetleg talán errefele lesznek a terménk, legalábbis hát remélem, mert most már nagyon késésben vagyunk, és nem akarok késni a tanár órájáról, mert azért ez nem... Aha, ott látok neveket, jó, oké. Ez nem túl jó benyomás, úgymond az elsőre, jó, hogy megvászunk a fát, gyorsan átvalljuk az utat. Gyerünk, jövök, várjatok meg, várjatok, jó, oké, bemegyünk szépen. Nem ezen az ajtón, másik ajtón, tökéletes, jó. Igazából itt is átbírtam volna menni, mindegy. Jó, melyik terem? Kettes terem, egyes terem, jó, oké, ide kell bemennünk, úristen, húha, milyen osztálytársakat kaptam, na várjatok! Spongebob, Terrorbrine, Notch, Lucifer gazda, Entity, Null és Terrorbrine, vagy azt mondtam? Azt szerintem mondtam, na mindegy. És ott van a tanár, gonosz tanár! Ne! Nem már 5 pontén fogtam ki a gonosz tanárt! Jó napot, tanár úr! Elnézést a késésért, szia Dani, jó napot! Elnézést a késésért, tudom késtem, nem volt szándékomban, csak tudja ez az első napom, és hát körbenéztem, hogy mi hogy van, meg ilyenek. Ja, és elnézést, hogy izé nem érdekel, ez hallatlan. Ülj le, jó rendben van tanár úr, leülök. Annyit, tanár úr, jelentkezek, megkérdezhetném, hogy lehet enni órán, hogyha éhezik a karakterem, vagy valami? Nem, oké, rendben van. Oké, nos, sziasztok, hello, kedves Terrorbrine, miért nem figyeltek rám? Osztály, ki szeretne ma, dolgozatot írni? Első nap! Mi az, hogy dolgozat? Első napon dolgozatot, ez hallatlan! Dobáljuk meg kajával! Jajjaj. Nem így gondoltam, amúgy, jajjajjajjajjajjajjajjaj, bocsánat, nem úgy gondoltam, Dani, igen, ez nem én voltam, ez Terrorbrine volt, nem elég, hogy kést, sajnálom, tanár úr, még szemtelen is, hogy ez Terrorbrine volt, nem én voltam, ő volt, igaz, osztálytársak, igaz? Ne, most felelni fogsz, nem már, miért pont én? Egyes vagy semmi, hát legyen semmi, oké? Az egy, a semmi, az jobban tetszik. Na, semmit kérek, jó? Én figyelek tovább. Kérem, a kérdés... amúgy nem kérek kimennem. Na mindegy, kimegyek így ide. Sziasztok osztálytársak, hello, mizu van? Igen, mi lenne az első kérdés? Mennyire mosolyog? 1985-ször, 7634... Halló, Terrorbrine? Léci? Halló? Ne, jó, de Jogi, nem úgy gondoltam. Nocska, Jörgön, mencs ki! Nos, segíts! Ez egy vadállat, ne! Jó, amúgy vicceltem. Dani, jó napot, figyeljen! Igazából el kell mondanom, egy az, hogy fejben nem tudok ennyit kiszámolni, csak úgy random. A másik, hogy... nem szeretnék felelni, szóval nem lehetne megoldani egy egyszerű figyelmeztetése. Ez egy egyes a naplódban. Nem már! Első napom is egy egyessel kezdek, ez nem ér! Úristen, dolgozat, nem már! Jó, bocsánat, nem akartam beleülni, jó, visszamegyek inkább a helyemre. Jó, rendben, folytassa tanár úr, én tényleg nem akartam semmit se csinálni, nyugodtan folytassa a munkáját, én is folytatom a én munkámat, és tovább ülök, és figyelem, ahogy beszél a engem nem érdekelő dolgokról, meg ilyenek, szóval ja, nyugodtan folytassa, én várom a dolgokat. Amúgy nem azért mondom, de az osztálytársak miért tudnak ennyire csöndbe ülni? Nagyon sokat késtél. És mindjárt kicsengetnek. Juhú, végre kicsengetnek. Juhú. Már úgy is kezdtem magát unni, szóval tényleg ne haragudjon meg, nem az, csak hát ja. Szóval ezt az 5 percet elengedem. Ez az. Juhú, király, mindenki mehet, jó? Köszönöm. Kivéve, nem már! Kivéve Dani! Mi az, hogy kivéve Dani? Ilyen nincsen! Te kövess engem! Nem már! Jó, nem, kiveszem a dolgozatokat. Tudjátok, hogy kiveszem a dogákat. Jó, ez... Ne! Jó, visszarakom, hagyd békén! Tessék! Jó, nem csináltam semmit. Jó, tanár úr, ez nem én voltam. Ajaj, jó, ez nem én voltam. Jó, követem tanár úr. Ajaj, van egy olyan érzésem, srácok, hogy nem tűnök jó, nem tetszem a tanárnak igazából. Jó, követem tanár úr, mondja, hogy miben tudok segíteni. Ó, ez egy új osztályterem. Igen, Mit csinál? Ne! Bezár engem ide! De ezt nem teheti meg! Nem már! Mi? De most miért zár engem ide be? És meddig kell itt lennem? Vagy valami? Ha. Hát te tényleg gonosz vagy. Hallod, engedj már ki! Engedj ki! Ez nem ér! Jó, nem baj. Annyit mondjon el, hogy meddig kell itt lennem és miért kell itt lennem. Nem ez a büntető szoba. Nem hiszem el. De jó voltam! Első napom büntetés, amért pofátlan vagy. De tanár úr! Kér... Jó, rendben. Viszlát! Viszlát, jó leszek! Esküszöm, 10 percet leszel itt. Jó, rendben. Viszlát! Nem fogok én megszökni, meg semmi. Jó. Jó, oké, menjünk innen. Nem érdekel. Jó. Oké, ezt valahogy így óvatosan kéne. Jó. Jó, itt hol bírok kimenni? Itt nem bírok kimenni, de várjátok, meg kéne kerülni az egészet, jó. Valahogy így, kicsikét így... Aha, ott van a tanár. Jó, oké, de menjünk tovább inkább. Na lassan vége a szünetnek. Ajaj, ajaj, jó. Várjátok, menjünk. Fussunk el innen, ne. Jó, oké, nem vett észre. Szabadok vagyunk! Hú, szabadok vagyunk! Kiértünk, ez az, jó. Ajaj, amúgy van egy olyan érzésem, hogy ő még engem észre fog venni, srácok, szóval szerintem nekem minél gyorsabban le kéne innen lépnem. Szóval, nem azért mondom, de Minecraftban én nem hiszem, hogy nagyon fogok még... Ne. Minecraftban nem jó ez a suli. Minecraftban nem tetszik. Ne. Jó, oké, bebújok ide. Valahogy le kéne rázni. Igazából nem követ engem, szóval le van rázva. Igazából megtehetném, hogy most úgymond elsétálok, szóval... Én szerintem eltűnök innen minél messzebb, és szerintem én hanyagolom ezt az egész iskola izét, hívom az összes tanárt, jó? Srácok, Minecraftban ne járjatok suliba, Minecraftban nem jó, való életbe kell, de Minecraftban nagyon nem jó. Bezárnak a tanárok, beketreceznek egy osztályterembe, meg ilyenek, meg első napon egyes, meg fellés, meg minden. Ahaj, ez valami, nem tudom, ez egy drasztikus dolog. Szóval srácok, hogyha tetszett ez a videó, akkor csapostok egy lájkot és iratkoztok fel a csatornámra. Még egyszer elmondanám, hogy amiket most mondtam az iskoláról, ez csak Minecraftban igaz, szóval mielőtt bárki elkezdene nekem megtizálni, hogy jó dologra tanítod a nézőidet, meg ilyenek, de én nem mondtam egy szóval se, hogy a valójában nem kéne iskolába járni mindenkinek, kötelező és kell, és igazából fontos dolog úgymond az életében, szóval tényleg senki nehogy elkezdjék tizálni, hogy jó, amivel Dani azt, mit tudom én, kilépett a Minecraftba, vagy elment a Minecraftba a suliból, ezért most én is elmegyek, légy szíves az ilyeneket ne, jó, köszönöm szépen, szóval srácok, hogyha tetszett a videó, akkor csapostak egy lájkot ugye erre, és ugye kommentben ugye írjatok, hogy milyen videókat szeretnétek, és iratkozzatok fel a csatornámra, az rettentő fontos, ugyanis nagyon-nagyon gyorsan haladunk, és ja, szeretnék felfele haladni, és minél több tartalmat gyártani, és jajaja. Ilyenek, szóval, még egyszer köszönöm, hogy itt voltok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!